A Nyugat-Dunántúli régió kamarainak az együttműködését, meg az egyik kezdeményezője a Vas megyei Kereskedelmi Iparkamara volt. Fontosnak tartjuk, főleg akkor, amikor még abban az időben, közel 10 évvel ezelőtt a régiós szemlélet uralkodott, de most független attól, hogy megyei szintre tevődnek ezek a feladatok, az együttműködés mindenféleképpen előnyös, egyrészt a közös gondolkodás, a fejlesztések területén is, hiszen még ettől függetlenül, hiszen régió szinten is történnek fejlesztések, akár a járműipar, hogyha nézzük, vagy a kereskedelem területén, vagy pedig a külső nemzetközi szervezetekben való együttműködés, amikor közös fellépést ad, és a turisztikai projekteknél is Nyugat-Dunántúli régióként szerepel, tehát a három megye. A munkaerőpiaci helyzet szempontjából is fontos az együttműködés, hiszen a képzéseket lehet decentralizálni, illetve koncentrálni is. A Nyugat-Dunántúli Kamarák Szövetségének összefogása nagy mértékben segíti az információ áramlását a vállalkozások fele. Ebben a régióban összpontosul az autóiparnak a súlypontja. A nagyvállalatok foglalkoztatják a munkavállalóknak egy jelentős számát, de nem szabad lebecsülnünk a kis és közepes vállalkozásokat sem, hiszen azt mondják, hogy az adatok alapján, hogy kb. A 20-80%-os megoszlása jellemző, tehát azt jelenti, hogy a nagyvállalati szektor produkálja a 80%-át az árbevételnek, és kb. A 20%-át foglalkoztatja a munkavállalói állománynak, és a jelentősen kisebb forgalmat realizáló kis közepes vállalatok, akik a 20%-ot forgalmazzák, ők foglalkoztatják a 80%-ot. Tehát egy ilyen pozitív gazdasági környezetben, ha a nagyvállalatoknak jól megy, akkor az ővelük együttműködő, nekik szolgáltató és szállító kis és közepes vállalatoknak is jól kell, hogy menjen a gazdasági működésük. Nagyon fontos, hogy értesítsük egymást a gazdaság helyzetéről a megyékben. Az alamegyé számára még fontosabb, mert ugye leggyengébb gazdaságilag ebben a körben, és nyilván tanulnunk kell a másik megyéktől, Győr-Sopron és Vas megyétől, ahol a gazdaság sokkal erősebb, mint nálunk, és ez azt is jelenteti, akár beszállítói kapcsolatokat tudunk építeni, ami nagyon fontos lenne, főleg Győr fele, ugye itt a nagy gépipari üzemek, ahova nekünk csatlakozni kell, és reméljük, hogy ehhez majd az infrastruktúra is alakul, hogy még könnyebben tudjunk ide beszállítói hálózatot kiépíteni. Szerves része vagyunk Győr-Sopron megye gazdaságának, természetesen speciális kihívásokkal és adottságokkal, pontosan a határmentiség miatt, vagy éppen az ipar és a gazdaság szerkezete miatt nálunk elsősorban a szolgáltatóiparra meghatározó. A céljaink közösek, és ebből adódóan ez a fajta együttműködés szerintem természetes és egészen kiváló az együttműködés nem a megyei kamarával. Most a kötelező regisztrációval már van egy rálátásunk arra, hogy így összesen a megyei, mintegy 25 ezer, a soproni közel 5 ezer vállalkozás milyen erőt és súlyt is képvisel a magyar gazdaságban.